Sziasztok ismételten! A szemfülesebbek észrevehették, hogy kicsit változtattam a videó és a hang minőségén. Ezen vonalon tovább menve most következik a 3x2-es epizód, remélem ezt is élvezni fogjátok. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Nos, úgy néz ki, hogy új ellenfelünk az rendkívül csúnya és körülbelül 120 centi mély, úgyhogy igazából ránk uszította az állatkáikat. Gyakorlatilag minden újabb pályán ismételten új ellenfeleket dob be ellenünk a játék. Viszont ezek most kifejezetten szemétládák. Ugyanis nem látjuk őket, csak hogy könnyű legyen a dolgunk. Ilyenkor találták ki a mesterlövész pusket. Ugye, mint a mellékáltábra mutatja, ebből nem sok mindent lehet észrevenni, hogy éppen hol vannak ezek a dögök, viszont megmutatom mindegyiknek a helyét. Viszont tekintve, hogy eléggé kezdek kifogyni a lőszerből, és amúgy sem éri meg mindegyiket levadászni, ott, ahol lehet, ott nem fogok tökölni, és inkább csak tovább megyek. Ha valaki nagyon szeretne, akkor nyugodtan kilövöldözheti őket, mert a videóban látni fogjátok, hogy ki hol van, de ettől függetlenül én, ha nem muszáj, akkor nem feltétlenül teszem meg. Jobb esetben egy lövés egyébként ezeknek elég, viszont előfordul, hogy 3-4-et is beléjük elereszteni, attól függ, hogy mennyire ügyesen találjuk el őket. Most nekem iszonyatos mázlim volt, de valószínű, hogy ez nem fog kitartani végig. A dögök egyébként elég sokszor szoktak ilyen piros, kék és zöld szemnek nevezett dolgokat eldobálni, ezeket lehet majd ilyen bogárlámpákba belerakni. És elsőre sikerült, most már csak a következőt kell. Hogyha elég előre megyünk, akkor ott ki is jön. Hogyha máznénk van, akkor pont szembe fordul velünk és világít a szeme, akkor nagyjából észre tudjuk venni, de amúgy van túl nehéz. Ne is nagyon tököljünk azzal, hogy megvárjuk, amíg föl kell, ugyanis utána már eléggé nehéz lesz eltalálni, iszonyatosan gyorsak. Ha még döglődik, addig pedig szépen menjünk be gyűjtögetni. Hát és... pisztolytöltény most az annyira nem számít az öt. Na, bénázok itt. És itt álljunk is meg egy szóra, ugyanis jön a következő. Hoppa, egy pofon neki. 3-4 shotgun lövéstől egyébként általában kifekszenek, hogy közelebbről lövünk, akkor 2-től is talán. Három már megvolt. És csak kipusztult. Mint észrevehettétek, nem én leszek itt a mesterlövészet bajnoka. Ott nem is baj, lelkesedéssel és sok hülyeséggel pótolom azt, ami hiányosságom van ilyen téren. Ezt gyorsan hozzá is vágom ehhez. Van egy olyan sejtésem, hogy sokkal kevesebb helyen van, mint amennyire szükségem van lesz. Tényleg csak a legszükségesebbeket szedem föl. Ezt a dokumentumot, aki akarja, az elolvashatja, Louis hagyta itt nekünk. Őre viszont szükségem van. Úgyhogy akkor megint kénytelen leszek így elcseszni két jó kis zöldet. Egyébként időnként megtehetjük, közel sem kapunk annyi piros növényt, hogy mindegyik zöldhöz elég legyen. És itt kicsit elkavarodva jövünk ide hátra, ugyanis most vizet kell leeresztenünk. Méghozzá itt,
de előbb szépen kipakolok itt mindent. És itt is van az említett lámpa. Na, amire most roppantunk el, ja, először leengedem. Na most amire nagyon kell figyelnünk, hogy lesből fognak támadni, úgyhogy már készítsük is ki a kis puskát, lehetőleg minél több történjel. És ott is van, aki kell nekünk. Hopp, egy mínusz meg is halt. Következő az pedig lassacskán szintén ide fog érkezni, ott is van. Ő viszont nem igazán halt meg. Hoppá. Na, ez nekem is új volt, mert hogy köbdösnének, ilyet még nem láttam. Oké, és... Természetesen a fémajtókon miért is tudnának átjönni? Most se jön be. Úgy látszik, hogy messzebb jár, úgyhogy meg is nézem. Hoppáska! Na, akkor én őt békén is hagynám. Na, ez piszok mázlik volt, mert majdnem elkaszált. Hát és azért kellett neki is elég rendesen. És most pedig itt három darab dög lesz, ízlés szerint aki gondolja, az le is lőheti őket, az egyik az éppen a plafonon tanyázik. Én inkább csak elvakítom őket és futok, mint a hülye. Már amelyiket sikerült, ugye? Egy ajtó kirúg. De kell iggázni. Könnyebb, mint ami ennek látszik, egyébként csak jól kell időzíteni. Ezt pedig mindjárt megmutatom, hogy miért is készítettem elő. És már várnak minket egy kis meglepetéssel. Annyira gyorsan próbálom csinálni itt, hogy időnként el is cseszem. No. Mint láthatjuk, egy modern festmény előtt összegyűltek egyszer, hogy szépen levadászhassuk őket. És ezzel gyakorlatilag egy hián az összestől meg is szabadultunk, úgyhogy mehetünk majd gyűjtögetni. A kecskefejes szemétládák egyébként azért nehezek. Hoppá, ezt nem tudom, hogy sikerült. Nem baj, megszabadultunk tőle. Tehát azért nehezek, mert fejre ugye nem tudunk célozni a maszk miatt. És iszonyatosan kitartók, tehát azért nem kell spórolni tőlük az olmot. És más nincsen, ha jól emlékszem, akkor itt úgy is marad, igen, úgy is marad, mint ahogy az előző alkalommal kitisztítottuk a helyszínt. Úgyhogy most megyünk szépen, és elpakolunk, elvileg erre kell majd jön. Nem, itt van a merchant. Nekünk pedig ajtónyitósat kell játszanunk, úgyhogy szépen vissza oda, ahonnan jöttünk. És most pedig át a lámpákon. Azért milyen kedvesek voltak, hogy így hagyták itt nekünk, hogy lehessen közlekedni a kettő között.
Egyébként ezt a karhúzogatós dít most nem kellene eljátszanunk, csak megmutatom. És itt most kinyíltak szépen a rácsok. A merchant melletti ajtón kell majd nekünk tovább menni, de hoppá, innen jöttünk. Viszont tekintve, hogy leszedtük a fickót, mielőtt becsukta volna az ajtókat, innentől kezdve igazából szabad terepünk lett volna. Viszont azért megmutattam, hogy tudjátok, hogy mégis mit kell, azért eladom, mit kell. Tehát ezt az ugrálást és karhúzogatást kell végigjátszani, hogy nem voltunk elég gyorsak, hogy leszedjük a kis pirosat. Thank you. Come back anytime. What are you buying? Így gyorsan összepakoljuk a cuccokat, aztán jön egy rész, amit nagyon szoktam utálni, ugyanis mindig elrontom. Ezzel egyébként még jó sokan lesznek így rajtam kívül. És itt elfutunk, balra. Ismét a piros maszkos faszit kell majd leteríteni egyébként. Nála van a kulcs, amire majd szükségünk lesz. Hoppá! Na ezt nem tudom, hogy hogy csinálta. Nem baj, ennyi volt. Itt pedig is még meg tudjuk játszani a lépcsős módszert, azért ide csalogatom. Látjuk a maszkot, az égvilágon mindent visszakattan, úgyhogy nem vagyunk vele sokkal beljebb. Némi kis lőszer. És itt pedig lőnek ránk aktívan. Úgyhogy a következő dolgunk. Természetesen nem az oszlopot kell lelőni. Meg valami még kilövöldözi magát, oké. Okay. És ott azt a jó kipi holdót kell trafálni, ez az. Mivel csak egy holdunk volt, ezért a többit azt egyéb módszerekkel kell lekaszálni. Kispiros egyébként ott bujkál köztük, de innen esélyünk sincsen leszedni, bármit is csinálunk. Maszkos fickótól azért megszabadultunk, erre pedig szükségünk lesz. Jé! Csak nem túlélte valaki. Nem élte túl senki. És itt pedig, ahogy elkezd menekülni, rögtön forduljunk is balra, hogyha mázlink van, akkor le is tudjuk szedni. Csak elég gyorsnak kell lenni. Egy lövés, két lövés, eddig jó. Három lövés, most leszek bajba. Oké, okay, még egyet neki. Hát csak nem volt mázlim. Nem baj, ezt meg összeszedem. Hoppácska. Erre még szükségem lesz. Nem kell egyébként megijedni ezeket az ellenfelektől sem, ugyanazt el lehet játszani velük, mint az összes többivel. Kivéve, hogyha maszkon rajtuk, mert akár ez az égvilágon semmit sem hat. És ugyebár látjuk, hogy egyenlőre tiszta a terep, de ez véletlenül se tévesszen meg minket. Most pedig menjünk szépen vissza, csak előbb kipakolom itt. Tehát menjünk szépen vissza abba a nagy terembe, ahol ugye keresztül jöttünk. És most egy kis fogócska fog következni, de előbb vigyázzunk, itt az ajtó mögött van egy pajzsos fickó. Őt pedig a következő jó kis módszerrel tudjuk leszedni.
Ahogy közel jött, képen elrúgjuk, és... csat! Nem igazán tud ellenállni ennek. Ez vág minket, úgyhogy óvatosan. Oké, rohanás kifelé. Körbe futunk, akkor bántódásunk nem eshet, és a fizzbottunk szépen lövöldözhetjük közben. Hogy kapott már a mellébe egy néhányat, innente kezdve egy fájlővésnek elégnek kell lennie. Ugye esetleg nem sikerült előtte a mesterlövész puskával eltalálnunk, akkor bizony simán egy tucatot legalább rálőhetünk. Nem más felett. Nekünk igazából egyedül erre volt szükségünk. Tovább haladás miatt. Szépen kiterítettük a pasast. Itt még néhány váza. Hopp, egy növény. Némi újratöltés, hát nem sok maradt. Na mindegy, de most már a kulcs segítségével ki is nyithatjuk azt a szép nagy ajtót, ahol ők bujdokoltak. Erre gyorsabb. És most, hogy nyitva a galéria, pakoljunk is ki gyorsan. Na most itt a szerkezet lényege az, hogy addig kell forgatni a képet, illetve a képeket, amíg 6 darab halott nem lesz összesen. Na most nekünk ez így sikerült. Pleasant surprise, but I'm afraid it's Ashley we need, not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Na, itt a következőt javaslom, hogy rögtön fussunk is el úgy mindenki mellett. Őt az ég kicsit lábon lövöm, ez zavar. Először itt a jobb oldali kapcsolót azt így indítsuk is be, ugyanis ő rá még szükségünk lesz. Szép magasra. Őrájuk pedig vigyázunk, mert nagyot lőnek. Főleg, hogyha... az isteni... ezt most megúsztam, mert amúgy kilőttek mindenki mögöttem. Be ezen az ajtón, a következő kapcsoló az itt van bent a vázánál. Oda is tudjuk jutni, és most kell vigyázni. Kicsapjuk az ajtót, és rögtön vissza, mert már lőnek is ránk. Környékünk mindenki meghalt. Úgyhogy már csak arra a doboznak a tartalmára van szükségünk. Hoppá, rájuk nem is emlékeztem. Nem baj. Már csak ezt kell megúszni egyből. Hoppácska! Ez közel volt, úgyhogy...
gyorsan vissza. Itt már azért nem kockáztatok. És meg is kaptuk ugye a szobornak az első részét a háromból. Most pedig innen tépni, de rohadt gyorsan. Úgy mi? És most ugyanaz a trükk, mint a kardos résznél. Gyakorlatilag ahogy visszajövünk, itt már az égvilágon senki nincsen, és szépen fölmarkolhatjuk a szajrét. Ott már fölpakoltam. Elvileg itt valami gaznak kell lennie. És van is. Lent pedig további vázák. Mik ugye a zsákba macska itteni megfelelői. Tovább menteni egyenlőre fölösleges, mert lassacskán a végénél tartunk. Na ez az az ajtó, ami jelenleg nem tudunk bemenni. Hoppá! Azt majdnem ott felejtettem. És most irány ki a folyosóra. Hollókkal ne nagyon törődjünk. És itt már nem igazán kapunk úgy semmit, értük. Zavarni viszont zavarnak. Úgyni, köveket összeszedtük. Jaj, itt ezt megmutatom még ezt az ajtót. Itt pedig egyedül nem tudunk bemenni. Úgyhogy Ashleynek a segítsége kell majd kicsit később. Hogyha esetleg itt jártak, akkor ne felejtsetek el visszajönni, mert amúgy nem erre biztosítunk. Pedig következik a kedvenc részem, a labirintus. Tényleg az úgy, hogy igyekezzetek nem eltévedni. Veszélyesebbnek tűnik, mint amilyen valójában. Mr. Kennedy! Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Na, itt sem fogok túl sokat tökölni egyébként, ugye próbáljátok követni, hogy merre felé megyek, de annyira azért nem bonyolult. Először is szép nagy kutyák lesznek, úgyhogy szükségünk van némi hatékonyabb támogatásra. Úgyni. És itt vissza is jövök. Hoppácska. És jövett ki. Okés. Irány tova. Itt csak a hordókat kell szétkapni. Illetve a hordót kell szétkapni. Többi az egyenlőre nem kell. Nem itt el. Ha rossz irányból közelítünk, akkor gyakorlatilag ránk ugranak. Itt pedig szimplán csak gyújtsuk fel az almot. Maradjunk is itt a továbbiakban is. Nem erre.
Itt, hogyha bemegyünk, itt hallhatjuk, igen. Itt kell majd jönnie valahol egy kutyának. Na, hol van? Hű, az isteni! Oké, és... Hát... Mindegy. Na, itt föl a hídra. És itt találjuk a kőnek az egyik felét, amire szükségünk lesz majd, hogy kinyissunk egy ajtót, amit tovább, amivel tovább jutunk. Ez a játékban egy tipikus elem egyébként. Ha már itt vagyunk, ezt itt ne felejtsük. Ez még jól fog jönni, ugye? És irány vissza. Most pedig a kert másik felébe megyünk át szépen. Első körben pedig ezt még kipakolom. És most pedig összeszedem szépen a másik felét a kőnek. Itt pedig három darab kutyával nézünk farkasszembe, de nem kell velük foglalkozni. Nyugodtan el lehet futni, hogyha jól ki tudjuk kerülni. Balra le! És gyakorlatilag meg is húztuk a történetet, a kapu bezáródik mögöttünk. És ennyi. Most pedig ismét a két rész összekombinálásával kinyitjuk szépen. És vágás. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! És ismét egy régi ismerős bukkant föl, úgyhogy vele fogjuk folytatni majd. Köszönöm szépen, hogy ismét velem voltatok. Következő alkalomig is iratkozzatok föl, lájkoljatok, osszátok, kommentáljatok és garázdálkodjatok az oldalon. Sziasztok!